Ez a Vörösmarty utcai utcafront, és ez az épület, ami megmarad a jelenlegi épületállományból, és ezt az elalakú épületrészt fogjuk most hozzáépíteni. Bozsolik Róbert, a város polgármestere mutatta meg a gondozási központtal kapcsolatos terveket, elképzeléseket. Sikeres pályázatnak köszönhetően történik a renoválás. Két ütemben mintegy 638 millió forintnyi Európai Uniós támogatást kaptunk ennek a létesítménynek a létrehozására. Ugye azért kellett két ütembe pályázatot benyújtani, mert egy ütemben maximum 400 millió forint összegű pályázatot lehetett igénybe venni, viszont a bekerülési költség ennek a létesítménynek meghaladta ezt az összeget. Az elnyert pályázat után elkezdtük az előkészítő feladatokat, ebben segítségünkre volt a Vármegyei Önkormányzat azzal, hogy ő is még egy top pályázatból a tervezési feladatokat át tudta vállalni az önkormányzattól. Ezek a tervezések gyakorlatilag a befejezési stádiumban vannak, rendelkezünk már azokkal a tervanyagokkal, amelyek néhány héten belül engedélyezési eljárásban fognak részt venni. Szándékuk szerint 2025 év végére fog a létesítmény elkészülni. Azt gondolom, hogy bár egy kicsit feszítettnek tűnik ez az ütemterv, de végrehajtható, és 2026-ban már új helyén lehet a szolgáltatást igénybe venni. Az építkezéssel megteremtjük annak a lehetőségét, hogy továbbiakban is 30 fő nappali ellátásban részesülő gondozottat tudjunk befogadni és ellátni, és mellette 10 fő demens ellátásnak a feltételei is rendelkezésre fognak állni. Egy nagyon korszerű, a 21. századnak megfelelő épület fog megvalósulni, amelyre napelemek is kerülnek. Az építkezés ideje alatt pedig megoldandó feladat az ellátás áthelyezése. A város már döntött arról, hogy a Petőfi Sándor művelődési ház egy részét át fogja építeni és át fogja alakítani olyan formában, hogy alkalmas legyen nappali ellátási feladatoknak az ellátására. Erre is az egyeztetések már folynak, és az építkezéseket valamikor október végén meg fogjuk tenni, hiszen mikor megkezdődik majd a kivitelezés, addigra ezt a szolgáltatást át kell ide telepíteni, és ebben is a döntések úgymond megvannak, és reményeink szerint mintegy egy éves időtartamra, ugye említettem, 2025 év végéig ideiglenesen ezen a helyszínen fogjuk majd a nappali ellátást elvégezni. Egy harmonikus környezetű, modern komplexum lesz az új gondozási központ, amiben a város reméli, hogy ellátók és ellátottak is örömüket lelik majd.